Egyre világosabb, hogy a koronavírus világjárvány következményei rengeteg kárt okoztak. Nőtt a szegénység és csökkent az élelmiszerbiztonság, sok létfontosságú élelmiszerellátási lánc megszakadt. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület az élelmiszer pazarlás és nélkülözés ellen küzd, próbál kapcsolatot teremteni az országban felhalmozódó felesleg és az arra rászorulók között, mégis 1,8 millió tonna élelmiszer kerül szemétbe Magyarországon évente. Többféle megoldás születik, és összefoglalva általában sok jelentés érvel amellett, hogy a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe kellene venni, és az egészséges táplálkozásra való globális átállást kellene sürgetni. Ezzel segíthetnénk az éhínség visszaszorítását, ugyanakkor nagy megtakarításokat is lehetne eredményezni, ugyanis nagyon sok a felhalmozás is, és sok végül a kukában köt ki. Szerencsére hazánkban éhhalál nem fenyegeti a családokat, azonban egyes helyeken sajnos térségünkben is fennáll a minőségi éhezés veszélye. Vagyis ételhez jutnak ugyan az emberek, de azok minősége nem megfelelő, hisz nem tartalmazza az egészséges fejlődéshez szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat. A koronavírus járvány következtében ráadásul többen elveszítették a munkahelyüket. Magyarországon 200-300 ezer család képes a 21. században Európában elvárható polgári létformában élni. A többiek számára a lecsúszást, a végleges leszakadást, a kulturális eltávolodást tartogatja a szegénység, állítja Berecki Enikő ifjúság és generációs szakértő. Egy két évvel ezelőtti OECD kutatás a társadalmi egyenlőtlenségeket vizsgálta Európa szerte, amely feltárta, nem könnyű kitörni a szegénységből. Magyarországon eléggé hátulkullogunk ezen a területen, ugyanis nálunk 7 generáció kell ahhoz, hogy előbbre jussunk, hasonlóan Kínához és Indiához, és az utóbbi országban egy nagyon erős kasztos berendezkedés is beszélhetünk, és bizonyos társadalomtudósok, például Csepeli György, szociológus Magyarországon is beszél arra, hogy a Z generáció kasztosodik, és nagyon nehéz kitörni azoknak a fiataloknak, akik egy kaszba beleszületnek. A kormány prioritásként kezeli a munkahelyek védelmét. Bevezették a hiteltörlesztési moratóriumot is évvégéig, hogy a koronavírus miatt egyetlen család se kerüljön a csőd szélére. Emellett pedig pandémiától függetlenül egyre több adókedvezményben, illetve szociális támogatásban részesülnek a gyermekeket vállalók, amely kedvezményekkel előszeretettel élnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők is. Az elmúlt évben jelentősen fejlődött térségünkben a közétkeztetés és programok indultak annak érdekében, hogy a szegénysorsú gyermekek az őszi-téli szünetben sem maradjanak tápláló étel nélkül.